Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Ausztria és Szerbia. Németországgal kezdünk. Tovább csökkenteni a német szövetségi kormány azoknak a migránsoknak a juttatásait, akiket más Európai Uniós tagállamban regisztráltak. A döntést a vasárnapi szászországi és türingiai választások előtt hozták nyilvánosságra. A kormánypártok mégis csúfos vereséget szenvedtek. Kapcsolunk már is Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz a részletekért. Nos, a szövetségi kormánypártok, vagyis a baloldali pártok vajon vissza tudják-e szerezni a választók bizalmát a jövő évben esedékes Bundestag választásokig? Türingiában például már van olyan település, ahol több a migráns, mint a helyi lakos. Jó reggelt kívánok! Ráadásul ismét késelés történt Németországban. Korábban sokszor beszéltünk már arról, hogy minden napra jut egy véres esemény. Ezúttal az alsószászországi Zárstedt nevű városban a vasútállomás környékén késelt meg egy férfi egy másikat. Az áldozat, a 61 éves férfi, nem sokkal később belehalt sérüléseibe. A rendőrségnek nem kis munkát adott az elkövető előállítása. Ismét nagy erőkkel vonultak a helyszínre, helikoptereket is bevetettek, és csak a szemtanúk elmondására, a szemtanúk által megadott személy leírásra tudtak hagyatkozni. Egy 180 cm magas, fekete ruhás, fekete pólós, bézs kabátba öltözött, fekete rövidhajú férfiról van szó. Őt egyébként a késő esti órákból érkezett a hír, sikerült előállítani, és a Bild értesülései szerint az áldozat migrációs hátterű. Egy helyi lap úgy tudja, hogy egy migráns szállóvá alakított, vagy egy migráns szállóvá alakított szállodának az üzemeltetője. A település életét is nagy mértékben befolyásolta az akció, hiszen például a helyi iskola tanulóit, illetőleg a szülőket felszólították arra, hogy ne engedjék a gyerekeiket egyedül az iskolába menni, illetőleg haza az iskolából. A nyomozás nagy erőkkel folyik, és a nyomozás jelenlegi állása szerint nem terrorcselekmény történt, várhatóan a nap folyamán adnak tájékoztatást a részletekről, és valóban Németország több településén forró a hangulat, forrong a levegő. Türingiában például valóban rétezik olyan településrész, ahol már a migránsok száma meghaladja a helyiekét. Ekorstetről van szó, egy ősi, egy nagy múltú település.